következő játékunkkal, amit a Noise of Mist és a Team Sombrero Midfield csapata fog egymás ellen játszani. Mondtam múltkor, hogy azon beszélgettünk, hogy valahogy ennek a magyar csapatnevek úgy nem igazán jönnek. Nem szeretik az emberek a magyar neveket, vagy én nem tudom. Nem hangzanak olyan jól szerintük. Mert ugye anyanyelvükön van, minden nap hallják azokat a szavakat, eluntak, beleuntak, ilyenek. Bár azért néztem a regisztrációt, és az agyhalál FC azért az elég kemény, szóval. Hát lesznek magyar nevek is, ugye, mert... Nem tudom, nekem most nem akar elindulni a játék valamiért. Én sikeresen bent vagyok már, mint spectator, nézem itt a dolgokat, nézem, hogy milyen szép a labda. Packet League indításának előkészítése. Mit lehet ilyenkor csinálni? Kapcsoljon ki a streamet. Hát zárd be és indítsd újra. Most se tudom, miért zártad egyáltalán be. Nem tudom, megfogásból. Hoppa. Windows hang. For the win. Érted, Windows neki áll pattogni, mert telefont bedugtam USB-vel. Higgó bigola. Updating. Hát hiába vannak azért a Steam-mel is problémák. Hát az is biztos. Biztos kevés nekik az a több milliárd bevétel, amit csinálnak. Hát igen. Úgy néz ki, hogy elindul. Látom, hogy már beléptem, igen. Írtam, hogy jövök? Mi? Igen. Jó van, akkor szuper. Akkor fölülről nézzük addig a labdát, amíg nem lépnek be a játékosok. Bár nekem még nem indult el, én csak a homokórát nézem. Valami történt. Jó, meg vagyunk. Hello, Ádám. 4-es? Igen, a 4-es, ha jól emlékszem. Igen, a 4-es az. Közben ugye elmondjuk a többieknek, aki esetleg kettő meccs is van most, a másik oldalon pedig az FC Albert Hirsch fogadja a... Kit fogad az Albert Hirsch? Ugye megnézem. A Team Pontlakot fogadja. Ugye úgy döntöttük, hogy azt a mérkőzést fogjuk közvetíteni, ugye egy időben zajlik a kettő. Az eredmények majd kint lesznek a weboldalon. És akkor még lesz még egy mérkőzés, amit közvetíteni fogunk. Egy nagyon-nagyon érdekesnek ígérkező, este 9-től a Mighty Muffin Arrangers és az Ameno Gaming fog összecsapni. Jó játék lesz, kilátás. Meg reméljük, hogy itt is. Hát igen. Minél több jó játék, annál több jó játék lesz. Illetve azoknak a nézőknek mondanám, akik most csatlakoznak be, hogy a videók, mármint az eddigi lejátszott meccsek elérhetőek lesznek holnapra a YouTube-on, feltöltve. Noise of Mist, Haribo, belépett mindenki, ahogy látom a játékba. Természetesen nevekkel még vannak próbálkozni. Nem, ott van mindenki neve. Végén, előtt, közepén. Nekem nem frissít, úgyhogy nem tudom. Majd elindul. Szóval mindenki, még prezident visszatérve nem fejeztem, hogy mindenki meg fogja tudni a saját mérkőzését majd akár YouTube-on is visszanézni fel. Igen, a tegnapi, illetve tegnap előtti meccseket sajnos nem tudtuk. De ezentúl rendszeresen megpróbáljuk őket importálni, majd exportálni őket YouTube-ra, hogy elérhető legyen. Mert ugye volt olyan ember is, aki megkért minket, hogy szeretné megszerkeszteni a videót, ugye a montést belőle összeállítani, szóval összevágni a jó gólokat, meg hasonlókat. És akkor csapatok megkezdik a belépést. Igen, ott van mindenki, akkor kezdődik a mérkőzés, a Team Sombrerot és a Noise of Mist. Szerintem csak hívjuk őket egyszerűen TSM-nek, az a legegyszerűbb, és NOM-nak. Ugye ezt a támadást a behalók indította, amit sikeresen szabadította pontosan. Hú, valakinek melyik srácnak van jó hosszú neve, de el sem lehet olvasni. Ja, Linkornak. Gondolom lehet, hogy ő is nyomja Twitch-en. Jó valószínű. Cseten írtak szóla, ezt szerintem neked kéne eldönteni, és Haribohun támad, amit fellökte Linkorn, és Linkorn befejezte. Az.
Én nem látom a csetet, mert én most itt teljesen rá vagyok tapadva a monitorra. Rendben. Az a lény... Látod, mi volt a kérdés? Látom, persze. Várjál, ne takolok, van itt időt tabolni, gyerekek. Persze, persze, nem nyugodtan. Én tabolhatok. Ugye én nem tabolhatok, mert akkor ott ugye problémák lennének, ha nem lenne a hang, stb. Amit nem szeretnék nektek. Hát Ádám, kell a kép, jó lenne az a kép, nem tudom mennyire matera, jó lenne, nem tudom, hogy ha tudtok beszélni a másik csapat, és ha ők feltöltenék, hogy nézzétek a fórumot, lehet, hogy feltöltötték, akkor nem kell. Nézzétek utána. És megint egy támadást láthatunk a Noise of Mist oldaláról, amit sikeresen hálított a TSM. És most jól érkezik egy támadás a TSM-ről, amit a Noise of Mist hárít, pontosabban Haribo. Elég összetett a két csapat, szóval jól tudják, már nem látom azt, látni a csapatokban, ott nem zavarják egymást, szóval ők már régebb óta. Már régebb óta együtt játszanak, ugye, meg már gondolom a játékos régebb óta játszanak. Hogyha ennek a rangok mondanak valakinek valamit, hogy veterán, meg pro, meg semipro, ugye a... Mellé ment a... És ott van a TSM-től várt gól, ugye? Pontosan ezt akartam mondani, hogy ha papírforma vagy ezeket a rankokat nézzük, akkor a Szombélos jobban áll. Igen, de ugye az nem jelent semmit. Semmit nem jelent. Behalok egy nagyon szép Ariel hitet hajtott végre, de nem lett belőle gól. Nagyon szép volt. Pedig nagyon szép volt, pontosan. Bepattam középre, Shred betette középre a labdát, de... 3v2-be ilyenkor fogott ott érkezni, Szola. Miért kellett? 3v2-be? Hát igen. De mindegy, mert igazából 3v2-be is kikapok, úgyhogy ennyi. Azt 3v2-be ilyen? Ha mi vagyunk 3, úgy akartam mondani, amúgy. Ez be fog menni. És ott van egy gól, Shreddy, nem tudom, hogy szeretné, hogy ejtsük a nevét, de SRLDE. Nem kértünk tőlük semmit, hogy hívhatjuk őket, majd fognak szólni, hogyha nem. Hogyha nem tetszik valami, akkor majd szólnak, ugye? És akkor azt mondjuk, hogy mehettek el. Shreddy. Akkor tényleg lehet, hogy Shreddy, amúgy. Hát ugye olyan kérés már jött, hogy a Tomit ugye azt ne Tominak mondjuk, hanem Tomelnek. Ja, hát igen. Majd mert ugye két elvel van az írva a neve, és ugye azt Tominak kéne ejteni. De ő Tomelnek. Még annak a Poliklapinak is panaszkoztak a kormányba, hogy ilyen problémák, de hát... Viszont ez jó lesz, és elpattan, és nagy... És... Behallok egy nagyon szép pattintásra, és le is fordult róla. Igen, azért veszélyesek ezek a támadások, amikor mind a két játékos támad, mert ugye senki nincs hátul, és egy gyermekleges ilyen visszapattanóból baj van. Igen, és ugye behallok, ugye tudja már, hogy az ilyen labdákat hogy kell megpattintani, milyen szögből, hogy arra felé menjen, amerre akarja. És úgy, hogy senki ne érjen oda időbe. Nagyon szép érjelhitet láthatunk Shreddy-től. Esetközben megnézem, hogy mit játszott az előző mércsen a két csapat, azt mondja, hogy Team Tomber... Ne, hát milyen öngolt lőtt a... csapat. Most én kimaradtam. Behalok, milyen öngolt lőtt magának. Shreddy kipattintotta, és behalok a következő pattanásból, Shreddyről kipattanásból öngolt lőtt. Ugye Shreddy indul, mielőtt volt támadó pozícióban, és átemelte a csapat fölött a labdát, az ellenfél fölött. Ezáltal sarkot talált ugye a... labda, mármint szögletet. Elfelejtettem, hogy hívják a pályáknak a sarkait, ugye? Szögletet tette hamarulni a fociba. Igen, de hogy hívod? Szóval, hogy onnan pattant vissza. Saroknak. Igen. Hoppá. Igazából nem is lehet sarok, mert le van kerekítve. Igen, de akkor még jobban, hogy hívod. Fogalmam sincs. Itt közben fallabdáznak a srácok, hogy elnézem. Igen, azt akartam mondani, hogy ilyen üzé van. Egy perc van hátra az első félidőből. És elég szoros a hely, állás. 3-2. 2-3. Mint a Noldok, mint az előző meccsen 11 gólt kapott. Most ezt nem látni rajtuk. Azóta szerintem gyakoroltak. A Kelet-Mondoron megkapták a negyediket. Igen. A Ripley-t nem engednek nekünk, úgyhogy ennyi.
És akkor ugye Shreddy indít, mivel ő volt megint támadó pozícióban, és középpályán elindította jobbra a labdát. Érkezik be, halok, mint egy repülőgép. Shreddy feje fölött. Igen, még 29. És ugye mindjárt belépünk a utolsó 30 másodpercbe. És utána átlépünk a következő félidőbe. Mondhatnánk, hogy nem fér bele a 30 másodpercbe sok, de kaptam már én 30 másodpercet ötötül, úgyhogy igazából nagyon sok belefér a 30 másodpercbe. 30 másodperc ad még nagyon sok, minden. Itt jön ez a gól, amiről... Ez egy nagy védelmébe volt. Igen, az lett egy nagy védelmébe. Mind a ketten félreugrottak, úgyhogy nézzük vissza a behalok szemszögébe, hogy honnan is ment és mikor is. Hátulról, teljesen hátulról érkezett és befelé fordítva, hogy biztos, ami biztos. Próbálta hárítani, de félre nyomott szerintem, hogy benézte. Érkezik behalok felé a labda, úgyhogy még jó, hogy nem váltottam róla kamerát. Megpróbálnak még egy gólt összeszedni. Hát ez még simán benne lesz. És bent van. Ez még simán benne lesz. 6-2 az állás a Team Combo-ról, mit fél javára. Pontosan. Már 5 perc van az első félidőből. És hogyha jól pattan a labda, akkor még egy gólt szerezhetnek a rácok. De nem pattant jól, mert mind a ketten terébe találták a labdát, hagyják leesni, kész, vége. És átléptünk az első félidő. 6-2-vel zárt. 6-2-vel zárt az első félidőt a Team Sombrero, illetve a Noise of Mist. Nagyon jó neki a teljes spectating, LLH kommentátor. Connection lost hiba volt, de már megjavult. És be is léptünk a spectator módba, és most a másik csapat szemszögéből szeretném közvetíteni a meccset, nem az előző, nem ugyanabból a szemszögből, hogy hadd lássuk, hogy ők hogy játszanak, ugye. Ugye nem azt látom, amit te látsz, mert én külső nézetből nézem. Ugye most Anglinkorn szemszögéből nézem a dolgokat, mert ugye így a legegyszerűbb, nem kell visszanyomkodnom semmit. És a sarokból indított támadást azt elrontották, Shreddy jön és egy lehet, hogy egy góllal indítják az első félidőt. Lepattan a labda. Végigment a pályán seggel? Láttam, igen. És ott van Shreddy. És Shreddy befejezte. 7-2-re az a szomléra. Mind a ketten elugrottak a labda. Igen. 7-2. Tényleg ide fog kellene készíteni a papírt, meg ceruzát, vagy valamit. Én is úgy álltam el hozzá, hogy ide kéne készítem, csak amire nekiálltunk a játékot streamelni, szóval a meccseket streamelni, addigra fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy hol is vannak ezek a dolgok. Nem is igazán használnak már az emberek ilyen papír, meg ceruza, mindenhol telefon, tablet. Melléugrott, Linkor melléugrott, és ez az egy védelmi rés nyitott a kapujukon. És befejezte. Behalok, ugye? 8-2 a Sombrero javára. Én láttam a Noise of Mistnek az előző mérkőzését, ugye ott nagyon elgyapták őket, de látni a felülről, szóval szerintem még egy 2-3 meccs. 2-3 meccs, és nem fognak ennyi gólt kapni, abban biztos. Most se kaptak ugye eleinte annyi gólt, csak utána kezdett lejárni az idő, és gondolom abba hagyták a koncentrálást, illetve megpróbálták visszahozni a pontszámot, és mind a ketten elugrottak mellette, úgyhogy így se védelem, se gól nem született. Ezt Haribo nagyon rosszul mérte fel ezt az ugrást, ugye, mert hamarabb kellett volna felugrania és repülnie egy kicsit, hogy terébe találja azt a labdát. Illetve ez itt megint egy gól, amit behalok fejezetbe. Itt visszapattan, ott felpattan a levegőbe és érkezik Haribo, hogy egy dugóhúzó mozdulattal befejezze. Nekiálltott neki, hogy szavasz, mentem és elhúzott mellette. Három múlhatik a második fél időben, ami összetettben most már 9-2 a Team Sombrero Smithfield javára, Noise of Mist ellen. Egy újabb támadás vezet. És ezt be is fogják fejezni, nem tudnak mit kezdeni. Pedig ott volt minden. Hát igen, sajnos. Minden. Van, amikor te tudod a legjobb, hogy valami megfelelően, semmi nem jön össze.
Haribo indítja a támadást a Noise of Mist oldaláról. Frontális ütközés, semmi sérült. Szerencsére ugye nem kell sérültekkel számolni ebben a sportban. Jó, remélem, hogy nagy jövőre lesz a Rocket League-nek amúgy, nem csak itt Magyarországon, hanem az egész világon. Hogyha Magyarországon nagy jövője lesz, akkor ugye az egész világon, mert ugye Magyarországon nem szokott külön dolgoknak nagy jövője lenni. Nagyon. És ott bepattan középre, lepattan, mert bepattan középre a labda, aztán lepattan, és ez egy nagyon, de nagyon rossz melléjúgás volt. Nagyon rosszul értenek. Pedig a helyzet jó volt, a szöges jó volt, rosszul érte fel a helyzetet. Most ugye a felületi találata volt itt a probléma, mert ugye eltalálta a labdát, de nem a megfelelő méretű felület találkozott vele ugye, és ezért nem kapott akkor erőt a labda. Azért az úgy néz ki, mint hogy ilyen spenótot szólna, mert én nem tudom, előbb is néztem, igen, a hangja is van. Taknyot. Nem spenót, az valami? Nem tudom pontosan mi a neve. Spenót. Legyen spenót. Legyen spenót, nevezzük-e spenótnak? Nem, jó, akkor spenót, van. Spenót nitro. Linkon egy szép pédés mutatott be. És most talán tud indulni belőle, de nem. Nem, mert visszaérkezik. És Freddy. És ez egy nagyon mázdis pattanás volt, ugye? Szokták mondani, hogy van mikor mind nem bemegy. 11-2 az állás. Jól számolom? Igen, 11-2 a Tomlinóknak. Ugye Lincoln indította ezt a támadást a Noise of Mist oldaláról. Ez lehetséges? Nem. Behalok, nagyon szépet védett. Nagyon szépet védett, behalok. Én be lehetett götörni, mert most nem nagyon találják. És szép volt, Lincoln befejezte. Igen, nagy volt a dulakozás. Amúgy, hogyha megnézed a szomlőről, az tényleg szomlőről van mind a két kocsin a fején. Hát igen. Nagyon komoly. Ezt ugye, amikor megláttuk a nevüket, akkor is már sejthettük, hogy... nem tudom, hogy ott Shreddy mit akart kezdeni magával pontosan. Nem, elnézést, az behalok volt, aki átrepült a labda fölött. Nem Shreddy. És igen, megint az, hogy a Shadowfake rosszkolhat. Kármilyen már csak egy perc van ebből a meccsből, mert nagyon jó meccs. Ahhoz képest, hogy az eredmény nem tükrözi a mérkőzést, hogy ennyi a különbség szerintem. Hát egy-két mázlis pattanásra is volt ugye a... Jobban játszott a szomorú, az vitathatatlan. Igen, de voltak ott mázli, mint például ugye... Igen. Itt megint... A gól mennyisége az, ami szerintem nem reális, de hát ugye ez egy játék. Gólokra játszak, ennyi gól van, kész. El kell fogadni. Akárha ugyanis számolom, ez már 12. Hát 12-3 pontosan. Azért még gólból is sok, nem? 12-t kapunk. Hát nem ennék meg annyit. Főleg, hogy most megjött a 13-adik is. Igen. Pedig gól király színre pályán is szerintem, mert ez a 6. gólja csak ebben a fél időben. Igen. Ugye azért nem kap semmit, de... Nem, de ezt még nem tudja. Igen. Hát tudod, az bebiztosítja magát, hát ha változik valami, tudod. Igen. Behalok próbált egyet érjelzni, de nem jött össze, nem és... és kivették kivette a végéről. Elhagyták azt azért. És ezáltal 13-3-ra száródott a Noise of Mist, illetve a Team Sombrero Midfield közti mérkőzés. Nagyon korrektan megköszönték a mérkőzést a Sombrerosok. És nagyon korrektan válaszoltak a Noise of Mistesek, szóval épp volt, srácok, gratulálunk a győztesnek, köszönjük a részvételt, köszönjük, hogy néztetek minket. Ezért nagyon messzire nem menjetek, már még egy nagyon jó mérkőzés fog érkezni, ha minden igaz, 9 órakor. A Muffinok és a Amenó Gaming fog összecsapni. Addig viszont leállítjuk a streamet, megpróbálok minden videót feltölteni YouTube-ra ez alatt az idő alatt.